Eddig 35 milliárd forint beruházási támogatást ítéltek meg a borászatoknak a vidékfejlesztési programban, jelentette ki Nagy István agrárminiszter egy bormester találkozón. De nézzük meg közelebbről, hogy milyen típusú támogatásokat vehettek igénybe a szőlészetek, borászatok, és milyen feltételeknek kell megfelelniük, milyen dokumentációt kell bemutatniuk a gazdálkodóknak egy ellenőrzés során. A területalapú támogatás az alap, az szőlészeteknek is jár, természetesen jár ez a szántóföldi gazdálkodóknak, gyepeken, egyéb ültetvényeken gazdálkodóknak is. Ennek az alapösszege a zöldítés kiegészítéssel együtt 75 ezer forint körülire tehető idei évben, már 2019-ben. Ezt is mindig utólag kapják meg, tehát a következő évben valamennyi előleget most utaltak már, és a következő év nyaráig kapják meg a végső kifizetéseket a gazdálkodók. A szőlőtermesztők emellett az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetésekre is pályázhattak. 2015-ben és 2016-ban lehetett beadni a pályázatokat. Aki nyert, egy 5 éves ciklusban igényelheti a támogatást. Vállalásoktól függően euróba van meghatározva az összeg, de ez nagyjából olyan 200-220 ezer forint lehet a maximum a hektáronként, amit kaphat egy szőlőültetvénnyel rendelkező gazdálkodó. Itt ő válogatta ki, hogy mi az a vállalás, amit ő hajlandó teljesíteni a támogatásért. Többféle dolog, egyrészt a tápanyagutánpótlásban voltak kötelezettségeik és vállalásaik, talajvizsgálatot, bővített talajvizsgálatot kellett végezni, levélanalízist, talajtani szakértőt alkalmazni, és ez alapján egy jogszerű tápanyagutánpótlást végezni, erózióvédelembe, gyepesítést, tehát a sorokat füvesíteni kellett. Növényvédelemben nagyon komoly vállalásaik lehettek, őnekik kötelező volt bizonyos hatóanyagokat mellőzni, tehát csak a környezetre kevésbé veszélyes növényvédőszereket alkalmazhatták, természetesen növényvédelmi szakértőt is kellett alkalmazni, tehát ez is egy plusz többletköltség mindenképpen. Madárvédelemre és ízeltlábúvédelemre is elég sok mindent kellett fordítani, madárodukat kellett kihelyezni, ízeltlábú búvóhelyeket készíteni, és a gyepes talajfelszín esetén kaszálási korlátozás is volt, bizonyos ideig nem lehet kaszálni, hogy ott a különböző élőlények nyugodtan tudjanak élni a sorok között. Egy másik lehetőségre is volt módjuk, amivel a borászati üzemüket, a borászati termék előállítást fejleszthették, korszerűsíthették. Itt az üzemre és az abban levő gépek, eszközök beszerzésére lehetett pályázni. Ez egy utófinanszírozott pályázat. Zömében a beszerzési összeg felét kapták meg általában a gazdák. Itt is pontozási szempontok voltak, és hát különböző egyéb dolgokra pályázhatott a maga a borászat mellett. A borászati üzem mellett energiahatékonyság fejlesztésére, tehát hogy minél kevesebb energiát használjon föl, környezetterhelés, tehát környezetszennyezés csökkentésére, és megújuló energiaforrások használatára. Zömébe ezért betettek napelemeket, különböző hőszivattyús rendszereket az energiaellátáshoz. Egy ehhez hasonló pályázat volt még a mezőgazdasági termékek értéknövelése. Itt a borászatok csak úgy, mint mellékágon voltak benne, itt ez alapvetően az élelmiszeripari üzemeknek volt kiírva, de amennyiben az adott telephelyre egy borászat nem pályázott még az előző borászati fejlesztésben, akkor itt is beadhatta a borászati fejlesztéseit. Hasonló feltételek voltak, mint az előzően elmondott pályázatban. És még nincs vége. Ha a gazdálkodó úgy döntött, hogy borszőlő ültetvényt telepítene, vagy meglévő ültetvényét korszerűsíteni, arra is kaphatott támogatást. Itt két szőlőtelepítési pályázatról is szó volt az elmúlt időszakban. Az egyik még most is megvan nyitva, most december 15-tel lesz egy bírálati határideje. Ez a vidékfejlesztési programon belüli borszőlőültetvénytelepítés.
itt az új borszőlő ültetvények telepítésére lehet pályázni változó intenzitással, de itt is körülbelül ez az 50% fiatalok vagy kollektív projektek esetében plusz 10% támogatási összeggel. Itt olyan területekre telepít valaki borszőlő ültetvényt, ahol eddig nem volt szőlő, akkor pályázhat. A másik pedig, ami már kifutott, egy szerkezetátalakítási támogatás, itt a meglévő ültetvényét tudta ő felújítani, akár támrendszerbe, akár fajta cserével, tehát kivágta és teljesen új ültetvényt telepített, akár arra is volt lehetőség, hogy adott szőlőterületet kivágjon, és helyette máshol jobb fekvésű területen telepítsen szőlőültetvényt. 2020-ban is megnyílik a lehetőség a különböző fejlesztésekre a borászatok számára. A kormány a magyar borok értékesítését például 3,5 milliárd forint forráskeretű promóciós program indításával segíti. A pályázati időszak 2020 márciusában kezdődik, és várhatóan április végéig tart majd.